Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mesterházi Attila, a Szocialisták és a Demokraták párt elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bízom benne, hogy meggyógyult. Igen, elnézést kérek a múlt hétért, de tényleg belázasodtam, és nem tudtam. Kollégája beugrott ön helyett, neki is érdekeseket mondott. Évfordulók, NATO. Így van, most a héten lesz egyébként több rendezvény, amelyik megemlékezik úgymond a NATO megalapításáról, hogy Magyarországnak a csatlakozásáról, hiszen az is ilyen értelmét március közepén egy ünnepli az évfordulóját. Úgyhogy valószínűleg ez legalább lehetőséget ad arra, hogy kicsit számot vessünk azzal, hogy mennyire volt sikeres ez a csatlakozás, tehát mennyire volt Magyarország hasznára, mennyire szolgálta a nemzeti érdekeinket a NATO-hoz való csatlakozás. Ön szerint? Mi szocialisták és demokraták azt gondoljuk, hogy a NATO garantálja Magyarországnak a biztonságát, mégpedig a legolcsóbb módon, hiszen az alternatíva, akkor, amit meg lehetett volna fontolni a csatlakozás előtt, ez a semleges státusz, tehát hogy nem csatlakozik Magyarország ehhez a védelmi szövetséghez. Hiba lett volna, nem csatlakozik. Így van, és minden szakértő azt mondja, hogy a semlegesség az egyik legdrágább műfaj, úgymond, hogyha ha meg akarja védeni magát egy ország, hiszen a NATO-n belül is kell azért a saját védelmi képességeiket fejleszteni, tehát ez benne van az alapítókiratban, ez minden tagállamnak kötelessége, de másik oldalról viszont azért a közösségnek az ereje az egy nagy támasz és nagy biztonságot jelent minden ország számára. Szerintem ez egyébként látszik most az ukrán-orosz háborúban is, tehát oroszok is kimondottan kínosan figyelnek arra, hogy a NATO területét semmilyen inzultus atrocitás ne érje. Világos. Nyakunkon vannak a helyhatóság és az európai parlamenti választások. Nagy előrehaladás, most már az egyik kutató 1%-ra mérte önöket. Így van, talán pont ma jelent meg, úgyhogy nagyon boldogok is vagyunk mi ettől a számtól, igen, hiszen ez azt jelenti, meg azt hiszem talán Telex írt róla. Nekünk ez fontos, hiszen ez azt jelenti, hogy így az elmúlt 10 hónapban talán azt tudtuk mutatni, hogy létezik a párt, mi nagyon erősen a social médiában, a Facebookon ott kampányolunk, most is fut egy kisebb kampányunk, és azokat az eszközöket próbáljuk meg kihasználni, amiket ez az új média ad, illetőleg hát ezeket a lehetőségeket, amiket önöktől is, vagy éppen az ATV-től kapunk, hogy tudjunk szerepelni. Úgyhogy ez mindenféleképpen jó hír, próbáljuk tovább növelni a következő hónapokban ezt. Árulja már el nekem, hogy mit gondol az ellenzéke Európa politikájáról. Mert ez nagyon érdekes. Hát érdemes lenne tudni, mi az ellenzéknek az Európa politikája, hiszen sokkal inkább a botrányokról és a vitákról hallunk. Én szerintem az a hozzáállás, ami arról szól, hogy azért lobbizunk Brüsszelben, hogy ne kapja meg Magyarország az Európai Uniós forrásokat, ez az számomra nem elfogadható. Így van, hát én azt mondanám, hogy nem elfogadható. Tehát egy magyar politikusnak azért kell dolgoznia, hogy az országban minél több lehetőség érkezzen, minél több támogatás érkezzen. Az egy másik kérdés, hogy ezeket a támogatásokat ellenőrizni kell, arra kell ösztökélni a bizottságot, hogy adott esetben pontosabban, jobban, hatékonyabban figyeljen a források elköltésére, például Magyarország esetében. Hiszen az nem kérdés, hogy ellopják az Európai Uniós források egy részét. És az is nagyon fontos, hogy hogyan használják itthon föl aztán. Az ellopják szót azért cseréljük ki a magyar értelmező szótárba, azért vannak mindenféle... Nyakon csapják. Alternatív kifejezések erre. A fideszes oligarchák nyakon csapják ennek egy részét, és ebből gazdagodnak. Miközben egyébként ez egy modernizációs eszköz is ez a forrás. Tehát Magyarországot egy modern országgá lehetne tenni, beszélve az egészségügyről, az oktatásról, a gazdaságnak az újra struktúrálásáról, ha szabad így fogalmazni. A magyar gazdaságnak az egyik legnagyobb baja az, hogy jönnek ide ezek az összeszerelő üzemek, amik persze munkát adnak az embereknek ideig, óráig, de nincs magas hozzáadott értéke, tehát bármikor össze tudják pakolni ezt a gyárat, most kicsit leegyszerűsítve, és elvihetik más olcsóbb munkaerővel rendelkező országba. Mi azt szeretnénk, hogyha kutatás és fejlesztés innováció lenne a bázisa, vagy az alapja. Miért lenne probléma, valamikor mi egy agrárország is voltunk?
Teljesen igaza van, tehát nekünk a saját programunkban, ahogy mondtam, oktatás, egészségügy, a gazdaságnak az újrastruktúrálása. A következő pont az, amiről ön is beszélt, a mezőgazdaság, mert hogyha, tehát Magyarország kiválódottságokkal rendelkezik, amire ön is utalt, sőt, talán egyik műsorában itt néztem, Szanyi Tibort, ő is hosszasan elemezte ennek a lehetőségét, meg a versenyelőnyeinket ezen a területen, és képesek lennénk több termékből önellátóvá válni, ráadásul tudnánk garantálni a minőséget, meg az árra is lenne ugye valamilyen ráhatásunk. És az ötödik, tehát az oktatás, egészségügy, gazdaság, mezőgazdaság után az energetikai kérdések azok, amelyek számunkra még rendkívül izgalmasak. Ebben mi azért beleértjük azt is, hogy zöld átállás, azt is beleértjük, hogy új lakásokat kellene építeni még az államnak. És bocsánat, csak még egy mondatot, hogy az Egyensúly Intézet csinált egy nagyon jó tanulmányt, ami arról szól, hogy hogyan lehetne Magyarországon jóval nagyobb mennyiségű lakást felújítani. Tehát az iparági szakértőkkel elkészítették ezt a jelentést, ezt olvasgattam, és ez nagyon összevág azzal, amit mi erről gondolunk, hogy nagyon sok lakást fel kellene újítani, és nagyon sok új lakást kellene építeni az államnak, hogy a fiatalok tudjanak lakáshoz jutni, mert ez egy rendkívül nagy probléma Magyarországon, és nem véletlen, hogy nem, talán kevesen tudják, hogy vannak olyan országok, ahol van konkrétan lakásügyért felelős minisztérium is, ami egyáltalán nem ördögtől való. Értem. Orbán Viktor amerikai útja, az amerikai elnökkel való találkozása, ami egy nem mindennapi esemény. Arról nem is beszélve, hogy milyen visszhangot keltett szerte a világon. Kinek segített jobban a ránk köszöntő helyhatóság és európai parlamenti választásoknak, vagy Trump elnök? Szerintem ez igazából dupla vagy semmi a miniszterelnök számára, hiszen a volt elnökkel való találkozó egy világos, egyértelmű állásfoglalás az amerikai belpolitikai vitákban, tehát ott is választás lesz novemberben. Ugye annyira büszkék a fideszesek mindig a nemzeti szuverenitásra, hogy itt ne szóljanak bele senkik se külföldről, hogy mi itt mit csinálunk. Most úgy tűnik, hogy őket ez csak akkor zavarja, amikor róluk mondanak véleményt. Amikor ők mondanak véleményt egy másik ország belpolitikájára, akkor ez nem gond. Tehát én azt látom, hogy dupla vagy semmi. Látható módon a miniszterelnök már nem is törekszik arra, hogy a demokratákkal valamilyen formában rendezze a viszonyt. Mindent egy embere Trumpra tesz föl. És neki gazsulál, én azt látom, hogy ez nem szólt másról ez a találkozó, mint egyfajta hízelgésről, annak a reményében, hogy esetleg, hogyha a következő novemberi választásokon Trump elnök kerül hatalomra, akkor a Magyarország, vagy a Orbán Viktor és az Egyesült Államok adminisztráció közötti viszony ezáltal meg tud változni. Mert talán látszik, Magyarország, ez nem csak egy párt. Igen, én ebben nem látnék most egyelőre többet, mint egy PR alkalom, tehát hogyha van egy ilyen beszélgetés, az általában egyébként fontos szokott lenni a nemzetközi kapcsolatokban, hogy vezetők ismerik egymást, és van valamilyen személyes kapcsolat. Az egy másik kérdés, hogy miniszterelnökként ennyire egyértelműen csak egy irányba letenni a garast, és csak egy jelöltre koncentrálni, és azt támogatni, az mennyire helyes nemzeti politika. De hát ezt majd meglátjuk a választásokon. Én azt gondolom, hogy messze nincs még vége ennek a kampánynak. Biden elnöknek is volt most egy harcosabb beszéde az amerikai kongresszusban, amivel talán a saját kampányát is tulajdonképpen beindította, úgyhogy messze van még a vége. Szerintem a magyar nemzeti érdek inkább az lenne, hogy függetlenül, hogy Trump vagy Biden elnök nyer, a magyar kormánynak mindig jó kapcsolata legyen az Egyesült Államokkal, nem csak a NATO például, hanem gazdasági okokból is. Értem. Mit érez a parlamentbe való bejutásuk, sikerülni fog az Európai Parlamentbe? Az Európai Parlament azért az egy nehéz dió, hiszen itt van 3 hónap múlva, tehát mi azt szoktuk mondani, hogy mi annak örülünk, hogyha nullától eltérő százalékú támogatottságunk van, tehát én azt mondom, hogy az 1% ez már nekünk egy siker egészen biztosan, és tényleg nagyon örülünk is neki, tehát folytatjuk ezt a munkát. Én úgy látom, hogy megjelent az az igény, hogy valami mást kellene csinálni, mint amit a mostani ellenzéki pártok csinálnak. Ez megjelenik ugye a jobb-közép oldaláról is, hiszen vannak olyan kezdeményezések, amelyek inkább kimondottan a konzervatív, jobboldali szavazókat akarnák megszólítani, akik kiábrándultak a Fideszből, és szerintem a bal oldalon is van még tartalék, amit úgymond mozgósítani lehetne a siker érdekében, de ehhez szerintem a régi ellenzéki forgatókönyveket le kellene cserélni, mert láthatóan ez... Hát megint összevesztek egymással. Most nézze meg, más se történik. Budapesten teljesen logikus lenne, hogy együtt kellene működni. Egy listán kellene
indulni. Ehhez képest lesz, nem tudom, három lista legalább az ellenzéki oldalon. Az LMP is külön indul, külön főpolgármester jelöltel, Momentum is külön képzel el a dolgát, és akkor van a másik, a DK is, amelyik hát úgymond külön indul. Ez szerintem teljesen irracionális a jelen politikai körülmények között. Szerintem az lenne a helyes, hogyha Budapestet meg tudná őrizni az ellenzék, és még bővíteni is tudná a polgármestereinek a körét. Erre egyébként megvolt a, vagy megvan a lehetőség, kivéve, hogyha ezzel az állandó ellenségeskedéssel és konfliktussal nem verik szét a saját esélyeikét és lehetőségeiket. Mi ezért azt mondjuk, hogy mi például az önkormányzati választáson nem akarunk indulni, mert nem akarjuk nehezíteni ezt a nagy káoszos helyzetet, ami van. De hozzáteszem, én azt hittem, hogy úgy nem fogjuk ezt nehezíteni, hogy összeáll a parlamentben levő ellenzéki pártok összessége, elindulnak közösen, közös listán, közös jelöltekkel, és megnyerik a választást. Most ehhez képest tulajdonképpen ez a helyzet már biztos nem fog előállni. Apránként, lábon. Hanem apránként, hát először lábon, igen, aztán lassan tüdőn lövi magát az ellenzék. Szóval ettől mi egy kicsit úgy gondoljuk, hogy más politikát, értelmesebb, kreatívabb politikát kellene alkalmazni, mert különben nem jutunk el sose hozzá a modern Magyarországhoz, amiben mi mind szocialisták és demokraták hiszünk. És majd mi leszünk a választók, a hibásak, hogy... Az biztos nem, a választónak mindig igaza van. Hogy nem elegen mentünk el. Az időnk lejárt, amit a beszélgetésre, de mégis van egy kérdés a levegőbe. Helyesnek tartja el, hogy köztársaság elnököt választ az ország, és bizonyos pártok egyszerűen kivonulnak a parlamentből? Én bevallom őszintén nem. Sőt, azt sem értem, hogy miért terelték el a figyelmet a gyermekbántalmazás ügyéről oda, hogy közvetlen köztársasági elnök választásra van szükség, hiszen a kettő ez nem függ össze, semmi köze nincs. Ha legutóbb közvetlenül választottuk volna a köztársasági elnököt, akkor is Novák Katalin lett volna, és ugyanezt a hibát akkor is elkövette volna, ami ugye a pedofil botrányhoz vezetett. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez az országnak ez a berendezkedése, és mi is így választottunk korábban egyébként köztársasági elnököt Göncz Árpád óta, akkor szerintem az, hogy kivonulnak, ennek nem sok értelme van. Sokkal jobb szerintem, hogyha az ember elmondja a véleményét, nyom egy nemet, vagy nemmel szavaz arra, amire úgy gondolja, hogy nemmel kell, hogy szavazzon. Ha már ugye a politikai pártok részt vesznek a parlament működésében. Mert mindig elmondják, tudja, hogy semmi értelme nincsenek a parlamentnek. Ide nincs értelme bejárni. Csak azt nem értem, akkor miért járnak be? Akkor miért veszik föl a fizetésüket? Akkor miért szólnak hozzá különböző törvényekhez? Tehát én nem értek egyet vele. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki szavazók beküldtek minket oda, nekünk képviselni kell őket a magyar parlamentben. De ha már mindig mindenki leszólja ezt a magyar parlamentet, akkor kérem, aki leszólja, talán az a legjobb, hogyha azok a pártok azt mondják, amelyik. Hogy mi köszönöm szépen, ebben nem is akarunk részt venni. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és én mielőtt visszavárjuk. Következő vendégünk Palóc Andrea századvég elemzője. Tartsanak velünk, és az elmúlt negyed órában Mesterházi Attila a Szocdemektől volt itt. Köszönjük szépen. Legjobbakat, és hamarosan újra itt várjuk Önt.